Üvegborítású közlekedő, az üvegfolyosó alatt luxus nappali. Kicsit kintebb hatalmas téli kert. Ezen keresztül nézheti a Dunai örök panorámát Matolcsy György egy bankelnök fia. Matolcsy Ádámról a Népszabadság írta meg, hogy egy éve használja ezt a több százmillió forint értékű tetőtéri luxuslakást a 13. kerületi Dunaparton. A 230 négyzetméteres, kétszintes lakást tavaly vásárolta meg Matolcsy György jegybankelnök unokatestvérének, Szemerei Tamásnak egy családi cége. Ezt követően egy másik cégen keresztül felújították 50 millió forintért, és csak ezután került Matolcsy Ádám használatába. A jegybankelnök fiát ma hiába kerestük, nem akart nyilatkozni, de a házporta szolgálatán megerősítették, hogy itt lakik. A felújítást az a Ró Development végezte, amely szinte az összes jegybanki alapítványtól kapott megbízásokat. Ez a cég újítja fel az Ibl villát a Budai Várban. Pedig a társaságot csak nem sokkal az alapítványok létrehozása előtt alapította egy olyan vállalkozás, amelynek korábban egyik tulajdonosa Szemerei Tamás volt. És ez a cég építi Matolcsy Ádám balatonfüredi örök panorámás házát is. A jegybankelnök fiáról két hete derült ki, hogy 40 millió forintból épít körpanorámás épületet egy 3000 négyzetméteres telekre. A cég honlapján eredetileg nyaralóként szerepelt az épület, de ezt már a mezőgazdasági melléképületre írták át. Az együtt szerint tisztázni kell, hogy miből költenek mindenre. Két héten belül ez a második olyan ingatlan, amelyben állami pénzek közreműködésével, a Szemerei család közreműködésével Matolcsy György fia gazdagszik. Egy balatoni nyaralóról volt szó, most pedig egy loft lakásról Budapest egyik legexkluzívabb részén. Elfogadhatatlan, hogy közpénzeknek az átcsavarásával Matolcsy György családja gazdagodik. Matolcsy Ádám fél éve lett egy veszprémi bútorgyár tulajdonosa. A félmilliárd forintos üzlethez pedig Szemerei Tamás bankja adott hitelt, a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramjából.